Sok szeretettel üdvözlöm Szabó Katalint, a programiroda vezetőjét. Abból az alkalomból találkozunk, hogy immáron hagyományként újraindul a Mozdulj Dunakeszi. Megint három tanár. Mi lesz most ebben az évben? Lesz-e valami változás az eddig tapasztaltakhoz képest? Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Valóban most már harmadik éve rendezzük meg a Mozdulj Dunakeszi programsorozatot. Három éve, amikor elindultunk, akkor nem számítottunk arra, hogy ilyen sokan lesznek majd itt a Katonadombon, és hétről hétre, napról napra megtöltik több százan mozdulni vágyók itt ezt a területet. Újdonság idén az, hogy azt tapasztaltuk a korábbi években, hogy az intenzív órák ugyanúgy érdeklik a kicsit idősebb korosztályt, de nem feltétlenül tudják végigcsinálni az órákat. Ezért most bevezettük azt az újdonságot, hogy hétfőnként kelli órái előtt egy szenior torna lesz egy órával a szokott kezdés előtt, tehát nem fél hétkor, hanem már fél hatkor érdemes idejönni a Katonadombra, nem csak időseknek, egy nagyon jó átmozgatást nyújt mindenkinek. De ugyanúgy maradt a hétfő, szerda, péntek, ugyanúgy fél hétkor, ez most már mindenkinek be van vésve a naptárba. Nagyon-nagyon sokan kerestek minket, hogy mikor indulunk. Most is az egész nyarat átíveli majd ez az időszak egészen szeptember 7-éig. Harmadik évünk, amiben ezt az egész programot elindítjuk, és mi nagyon lelkesek vagyunk, és azt szeretnénk, hogy mindenki jó hangulattal kezdje az idei szezont, és mindenkinek legyen valami, ami emlékezteti arra, hogy el kell jönni minden héten többször is, és edzeni kell. Ezért itt a programirodás kollégáim készültek egy kis apró meglepetéssel azoknak az elszánt sportolóknak, dunakeszi lelkes sportolóknak a részére, akik már most az első alkalommal itt vannak. Úgyhogy én azt szeretném kérni mindenkitől, aki szívesen átvenne tőlünk egy Mozdulj Dunakeszi pólót, egy olyat, ami itt rajtam is látható, most én reklámozom ezt, hogy most még az elején, mielőtt elkezdenétek az edzést, gyertek ide, és akkor itt segítenek méret szerint kiválasztani a kolléganők az ajándékot, és nagyon nagy örömünkre lesz, hogyha ti ezt minél több alkalommal viselitek itt, és büszkén jöttök el, és tornáztok velünk együtt. Ha, ahogy mondtad, ugye hétfőn megelőzi egy szenior torna, egy ilyen kis táncos valami, ahogy láttuk az előbb. Ez szerdán, pénteken viszont nincs, tehát ott fél hétre kell akkor jönni azoknak, akik mozogni vágynak. Igen, ez most csak hétfőnként van, illetve amikor nincs a Mozdulj Dunakeszi időszak, akkor pedig zárt térben tart itt órákat, érdemes őt az óra után megkeresni és megkérdezni tőle, hogy mikor vannak ezek az órák. Szerdán és pénteken ugyanúgy fél hétre kell majd jönni. Ugye tavaly és tavaly előtt ugye két hölgy és egy férfi tartotta az órákat. Idén, ha jól tudom, erősíts meg, három nagyon csodálatos hölgy lesz a tanára, illetve mozgatója Dunakeszinek. Így van, idén Borsos Peti nem tudta vállalni a folyamatos jelenlétet, de természetesen nem szeretnénk vele megszakítani a kapcsolatot, hiszen nagyon sokan szeretik őt. Jövőre mindenképpen megtaláljuk a módját, hogy együtt tudjunk vele dolgozni. Most három helybéli hölgy tudta vállalni, hogy hétről hétre eljön hozzánk, és megmozgatja Dunakeszit. Illetve már tavaly tapasztalhatták a mozogni vágyok, hogy két sztár edzőt is elhívtunk ide, ugye Rubint Réka és Katus Attila volt a vendégünk. Idén három ilyen alkalom lesz, úgyhogy érdemes lesz majd a Mozdulj Dunakeszi Facebook oldalát és a sajtót követni. Ott fogunk beszámolni majd a pontos időpontokról. Annyit elárulhatok, hogy június 20-án lesz az első ilyen alkalom, lesz egy júliusban és egy augusztusban is, úgyhogy szétosztottuk ezeket az időpontokat. Ugye tavaly már arra is odafigyeltetek, hogy egy komplett programot kapott az, aki végigcsinálta a hétfőt, szerdát, pénteket. Igen, már hetek óta egyeztetnek Zsófival, aki az új edző, és ahogy mondtad, Amarilla és Kelly már régi motoros, és ők összehangolt programmal várnak idén is mindenkit, úgyhogy biztos, hogy senki nem fog unatkozni, minden testrészt meg fognak mozgatni, úgyhogy érdemes lesz ellátogatni mindenki órájára. Utolsó kérdésként jön a leggonoszabb. Ugye egy picit időjárás függő, ugye ez a Mozdulj Dunakeszi. Készültök-e esetlegesen a különböző időjárási viszontagságokra, tehát zivatarokra, vagy ha esetleg eső van, akkor ez van, nincs Mozdulj Dunakeszi?
Szerintem már nagyon jól megszokták a Mozdulj Dunakeszire járók, hogy mi 3 órakor egy értesítést küldünk nekik a Facebook csoporton keresztül. Arról, hogyha esik az eső, akkor nem tudjuk megtartani az órát, ezt mindenki szokta figyelni. Azt tudom mondani, hogy szerencsére nagyon kevés óra marad el, Dunakeszi mindig szerencsések vagyunk a rendezvényekkel kapcsolatban, akár mondjuk a tegnapi gyereknapra is mindenki először zivatart mondott, és csodálatos időnk volt végig. Úgyhogy hát miután ez egy szabadtéri óra, ki vagyunk téve az időjárás viszontagságainak, de az remélem, hogy nem sok óra fog elmaradni, és erről mindig, hogyha mégis úgy adódik, hogy eső esetén vagy vihar esetén elmarad az óra, akkor értesítjük a látogatókat. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok akkor szeptemberig a Mozdulj Dunakeszinek, és hát mi is folyamatosan beszámolunk majd erről az eseményről. Köszönöm szépen én is, és várunk szeretettel ide mindenkit.